következő képviselőjelölt, Séter Ferencné, aki függetlenként és a Jobbik támogatásával indul az önkormányzati választásokon. Szeretném egy kicsit bemutatkozni. Igen, hát 1948-ban születtem itt Soltvadkerten, egészen ezen a főutcán, és azóta itt élek. Tehát mikor elvégeztem az iskoláimat, tehát különböző tanfolyamokat, meg iskolákat, akkor könyvelőként dolgoztam a helyi áfésznél, hát kisegítőként borpincénél, de hát az nem egy olyan hosszadalmas. És aztán férjhez mentem, két gyereket szültem, és a férjem is akkor még iparosként nevezték, rábeszélt, hogy inkább maradjak otthon a családi körbe, és úgy nem tudom, tehát nincs annyira kiszolgáltatva az ember az időnek. És elkezdtem kötődés vállalkozásomat, 11 évig csináltam, egészségügyi okokból abba kellett, hogy hagyjam, és később elvégeztem a kereskedelmi iskolát, és két évig jártam Kecskemétre, és akkor eldöntöttem, hogy kereskedői tevékenységet folytatok, amit mostanáig csináltam napjainkig. Kölcsönző, felvásárló gyümölcs és nyúl felvásárlásra foglalkoztam, és így a férjemnek is nagyon sokat tudtam segíteni a 300-400 család méhénél, mert hát elég sok méheink voltak. És hát mikor özvegy maradtam, akkor teljesen magam csináltam. Most már 8 éve, és hát most még mindig a kis vállalkozásomat egyengetem, még a nyugdíjas életeimet folytatom, és így inkább a kultúra felé fordítottam a tekintetemet, ami azt jelenti, hogy itt is elvégeztem egy népdal körvezetői szakoktatói vizsgát, amit eddig még nem mondtam el senkinek, és 11 éve vezetem most már a helyi asszonykórust, ezzel párhuzamosan az evangélikus énekkarba is részt vettem. Aztán a német önkormányzattal is van kapcsolatunk, német dalokat is tanítok. Két gyerekem van, akik diplomások. Az egyik fiam az hát, pénzügyi szakemberként Németországban él, és ott dolgozik, mint felsővezető. Említette, hogy a kultúra az a terület, amin a város közéletében eddig munkálkodott. Ha megválasztanák képviselőnek, akkor ugyanez a terület maradna, vagy esetleg szélesedne ez a kör? Hát ez egy egyesület, amiben sok minden belefér. Tehát régen is volt táncosaink, akkor voltak műtárgyűjtőink, akkor voltak zenészeink, és most úgy néz ki, hogy megalakul egy ilyen óvodás tánccsoport, épp most szervezkedünk rajta. Tehát ezt még szeretnénk, ha sikerülne, mert eléggé elhanyagolt itt a hagyomány. És azon kívül még hát egyelőre ennyit. Majd meglássuk, hogy kik jönnek, mert ha lennének táncosok, nagyok is, nagyon szívesen fogadnánk, igen. Lenne még a közéletnek olyan területe, amelyikben szívesen munkálkodna? Hát most már talán a koromnál fogva maradok így. Nem, hát én azt hiszem, hogy ha bekerülök, akkor inkább a helyi embereknek az érdekeit szeretném előtérbe helyezni, amennyire megkérnek rá. Nagyon sok minden elhangzott már az elmúlt percekben. Eddig mennyire kísérte figyelemmel azt, hogy hogyan és mit dolgozik a városképviselőtestülete? Igen, nagyon figyelem. Szinte mindegyiket meg szoktam nézni. És gondolom, mindig van véleménye is. Hát igen. Úgy érzem, hogy hát nem annyira mennek itt rosszul a dolgok. És hát Soltvadkert azért nem a legszegényebb önkormányzatok közé tartozik. És azt gondolom, hogy egyet hiányolok, mivel én főutcán lakom. Ezt a rettenetes nagy forgalmat. Ugye három főút szeli át a városunkat, és hát aki a főúton lakik, az éjjel nem alszik. Tehát az kellene, hogy valamilyen módon ezt a rettenetes forgalmat, nekem megvan az ötletem, nem tudom, hogy valaki elfogadja-e, sokfelé járok a gyerekeim, Pest megyébe laknak, és a legkisebb településeken is. Nem is megy keresztül a főút, csak mellette terelőszigetek vannak a bemenő forgalomnál. Nem tudom, hogy ez nagyon nagy kérés-e, de én ezen volnék, mert előttünk 140-nel döngetnek a kamionok, és éjjel szinte nem lehet aludni.
Tehát alul a víz viszi a házunkat, a kamionok dübörögnek, a házunk majdnem szétmegy, és hát arról már nem is beszélve, hogy büdös nagyon az a víz, ami ott az elvezető árkokban van. Tehát azokat az átereszeket meg kellene jobban nézni, mert három ház szinte úszik a vízbe, most ment el a 3 hetes víz. Tehát ilyen problémákat látok, mert a képviselőtestület tagjai közül nem sokan laknak a főúton. Én ott lakom. Nem kívánom senkinek, hogy mennyit szenvedünk egy 10 év óta. Tehát amióta egy fölgyorsult, arról már nem beszélünk, hogy elkerülő szakasz. De legalább már élhető legyen. Tehát ennyi kérésünk volna. Aztán még rájön a téli fűtés, nagyon sokan műanyaggal tüzelnek. Tehát fölülről a füstöt kapjuk, alulról a vizet, és még dübörögnek a kamionok. Szerintem a gyalog átkelőhely nem sokat segít. Rengeteg gyerek lakik azon a részen, én a Kecskeméti bevezető útszakaszon lakom, és a gyerekek ott lavíroznak a 100 kilométerre száguldozó autók között. Hajam az égnek áll, mikor mennek reggel az iskolába. Tehát én ennek volnák nagyon a... És amikor már nem tud a víz hova menni, akkor a környékbeli utcákba fölszaporodik, és tengőkig járnak a vízbe az emberek. Tehát ez volna a kérésem, mert azt hiszem, hogy ez itt Sortvadkerten megoldható.